Na hellóztok, itt is még egy újabb videóval, és a mostani epizódban egy újabb érdekes custom map-el készültem számotokra, az Order Up nevezetű command blokkos pályával. Igazából megnéztem képeket erről a pályáról, és hát úgy voltam, hogy úristen, ez egy gyönyörű, ez egy nagyon-nagyon jó példája annak, hogy milyen tök jó dolgokat ki lehet hozni a custom blokk modellekkel, textúrákkal, stb. Szóval ez egy viszonylag régebbi pálya, mint láthatjátok, ez egy 1.8-as, és az lesz itt a feladatunk, hogy egy ilyen gyors étterembe fogunk dolgozni, és hát ki kell szolgálnunk vásárlókat minél gyorsabban, és hogyha sikerül teljesítenünk azt, amit kérnek, akkor ezért jól megszedhetjük magunkat pénzzel. Úgyhogy kezdjünk is bele. Szóval itt is vagyunk egy ilyen kis gyors étteremben, van itt egy jó, egy bazin nagy késünk nekünk, és hát meg is érkezett, itt is van az első vásárló, jó napot kívánok uram, mit szeretne? Szóval kaptunk egyébként egy kis útbaigazítást is itt a chatben, szóval azt mondja, hello, az én nevem Josh, és én leszek itt a menedzsered az Order Up-ban, gondolom ez az a hely, ahol mi most vagyunk. Szóval amíg itt fogunk dolgozni, el fog látni minket pár tippel, és onnantól kezdve magunkra hagy, és egyedül kiszolgálunk ezeket a vásárlókat. Minél gyorsabban kell csinálni egyébként tényleg, mert aztán a végén még elmennek, hogyha nem csinálunk nekik időre. Szóval az első feladatunk az lesz, hogy megcsináljunk egy hamburgert, és ahogy itt a chatben is írja, egy sima, nyers hús szeletet vegyünk ki ebből a ládából. Itt is van. És akkor elvileg, hogyha jól néztem, azt mondja, hogy hogyha ide célzunk erre a sütőlapra, azt hiszem ez az, akkor fel lehet tenni valahova, ott volt egy pillanatra, fel lehet tenni sülni, és sül is, gyönyörűségesen ez a húsi. Remélhetőleg mindjárt el is készül. Jó, uram, kicsit türelem, mindjárt készül a húsa, és aztán tehetjük is ide erre a szép szelet, nem tudom, hamburger, ajla, hogy hívják ezt, zsömle? Na mindegy, erre rátesszük erre a kis kenyér darabkára. Úgy látom, el is készült. Nem akarom odaégetni, rá is teszem. Meg is van az első layer. Hát gyönyörű, imádom ezeket a costume block modelleket, nagyon jó. Akkor a következő feladatnak azt írja, hogy menjünk oda a kis arra vágó tálcára, és szeleteljünk egy szelet sajtot onnan. Ugye ez az itt, ugye? És azt mondta, hogy 10 alkalommal vágjunk rá lassan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itt is van a sajtunk. Igen, ez meg is van. Hogyha ez megvan, akkor ezt is rá lehet itt dobni. Na hát, még egy réteggel gazdagodott a kis hamburgerünk. Következő feladat. Vegyünk ki egy megmosatlan salátát, ez azt hiszem az, és hát mondjuk igen, látszik is rajta elég koszos, szóval nem a legjobb, ahogy ez kinéz, nem baj, tegyük be ide a mosogatóba, és hogyha 5 másodpercet várunk, szépen ez meg is mossa nekünk a cuccot, és lesz belőle egy megmosott saláta, na nézzük, ez mintha osztódott volna, a lényeg az, hogy megszereztük a megmosott változatát, és mindegy, ezt kiveszem. Látszik, akkor ilyentől kezdve végtelen sokat tudunk nyerni belőle. Ez lehet, hogy ez valami kisebb bug, nem hiszem, hogy így cseltek meg a pályát, de a lényeg az, hogy megvan a lemosott csalátánk, és ezt is rátehetjük. Hát nagyon jól néz ki, mindjárt én eszem meg a szendvicsét. Mármint, hogy mindjárt megkapja uram. Szóval a következő feladat egy tomato? Mit kezdjünk ezzel? Mit írt itt a chatben? Azt mondja, hogy csak ugyanúgy, mint a sajtot, ezt is fel kéne szeletelni, és ezért tegyük be a 4 személyes craftingunkba, ide. És itt is vannak a tomátónak a szeletei. Ezt is csak így rádobom. Ez egyre jobban néz ki, és kész is van a kis hamburgerünk. Na, mivel kell még kiegészítenünk? Azt mondja, hogy vegyünk egy nagy adag lefagyasztott sült krumplit. Ez az lesz, és akkor tegyük be ebbe a fritőzbe, vagy nem tudom mi ez. Igen. Jaj, de jól néz ki, nézzétek már, hát ez hihetetlen, hogy még ki is lógnak belőle sülés közben ezek a kis szeletek, kis sült krumpli darabkák. Ez nagyon jól néz ki. Szóval ez mindjárt el is készül. Türelem uram, türelem, csak el ne menjem, aztán nem fizet érte, és mi meg itt maradunk a kajával. Mondjuk ezt most, ez milyen jól néz már ki, ezt milyen én eszem meg mondjuk. Meg is szereztem? Itt van nálam. Jó, akkor ezt ide mellé teszem. És egy üres üveg? Ja, hogy ezt meg kéne töltenünk itt itókával. Tessék. Itt van, és hogyan tudjuk ezt aktiválni? Itt van egy gomba az oldalán. És nézzétek, mert még azt is megcsálták, hogy belefoljon az ital. Na de jó. Na, ezt is itt megtöltjük, és akkor vihetjük is az úriembernek. Remélem jól megfizeti érte, mert most már annyi mindent kap, szóval ez ilyen extra adag, extra nagy adag. Tessék. Na, lehet vinni, vagy mit kell? Azt mondja, hogy ha készen vagyunk, akkor csak left click-eljünk erre a kis csengőre, és még volt hangeffekt is hozzá, és el is vitte, és kaptunk 20 darab pénzt, ami biztos, nem tudom, én örülök neki. Szóval a következő vásárló, jó napot kívánok uram, miben segíthetek, azt mondja, kér egy normál cheeseburgert,
egy adag sült krumplival és orange fizz drinkkel mellette. Jaj, megérett az eső, hát akkor én jó helyen vagyok, lehet, hogy kicsit ön el fog ázni, de az már minket nem érdekel. Szóval itt is van a hús, és akkor cheeseburger. Állítólag, ha jól tudom, random sorsolja ki, hogy milyen kajákat kérjenek, szóval nem ilyen monoton a játék, hogy akkor ugye megvan előre írva, hogy miket kell, hogy kérjenek, és azokat kapják, hanem teljesen véletlenszerűen kérik belőle az összetevőket, ami azért jó, mert így ugye az ember sokáig tudja csinálni, és mindig változatos dolgok fogják fogadni. Na, el is készült a... Jaj, micsoda eső, hát ez hihetetlen. Máskor szerezzem be egy tetőt, ne ezzel a nyitott kocsival jöjjön, mert különben megszivatja magát megint az esőben. Mi volt a feladat? Ja, sajtot kéne még rávágni, ugye? Itt is van egy szelet sajt, most már, most már olyan rutinosak vagyunk. Ja igen, ebbe azt hiszem még van itt a mosogatóba. Igen, teszünk bele egy kis salátát is. Egy adag tomátot. Ez hasonló recept, mint amit előbb készítettünk. És meg is van, na akkor kellett bele még ugye egy, tehát a fritőzbe még tegyünk bele egy kis sült krumplit. Az is készült, hagy állítsam már le az esőt, uram. Ezt nézzétek el nekem, ez nem számít csalásnak, mert szerencsétlen nem bírom már nézni, hogy itt ázik. Meg a villámokat sem tudom, nagyon szeretem hallgatni. Úgyhogy, na, amíg készül a sült krumpli, legalább az eső elállt. Jaj, most hiszem észre, nézzétek már, van itt ilyen kis cédula is. És kár, hogy ezt nem lehet levenni, de na mindegy. Szóval itt a sült krumpli, a orange fizz drinket is töltünk neki, ez nem tudom mi lehet, de legalább nem valami szponzoros dolog, úgyhogy tök jó. Hát én még komolyan mondom, én itt az egész napomat el tudnám tölteni ezekkel. Na, itt is van a az ital, kérem ide kezembe, hogy tudom felvenni. Add ide. Na, végre. Ide szem, és köszöntöm. Minden jót. Pénzt ugye itt hagyta, jó, megkaptuk. 40 pénzünk van, szuper. És hát jön akkor gondolom a következő ügyfél. Aha, is van. Na, miben tudunk neki segíteni? Te, nem kérsz? Neked mi a rendelésed, mondjad? Rendelést kérek. Holtom, ezt nem tudom esetleg itt felvenni utána? Uram, mi a rendelése? Apá. Jaj, azt hiszem ezt elküldtem. Nem baj, de a következők legalább már van rendelés. Azt mondja, hogy chicken burgert kér. Sima sült krumplival. Itt egy nyers csirke. Ezt ide fel is... jó napot. Ezt ide fel is dobjuk, hadd süljön. Tök jó, egyébként tényleg itt többfajta húst is lehet sütögetni. És gondolom ennek más is lesz aztán itt a modellje. Úgyhogy rátesszük erre a hamburgerre. Közben van itt még valamit? Nem. Meg kell várni, hogy ez itt elkészüljön. Ó, gyönyörű. Nem, kérem szépen ide, mehet is rá. Ó, igen, itt ez egyre gusztusosabban néz ki. Ja, persze, most kell rá akkor a saláta. Oké. Mi kellett még hozzá? A salátát lehet, hogy ki kellett volna innen vennem. Ne bágoljon együtt. Vagy lehet, hogy erre kettő szelet saláta is kell? Az is lehet egyébként, hogy ez most olyan burger, amire két saláta is kell. Oké. Igen, ha jól látom, akkor most itt egy... Mi ez? Egy répa? Egy répát kell szeletelnünk. Itt is van egy répa, ezt is tehetjük rá. Érdekes ez a chicken burger. Jó sok saláta van benne, én ilyet nem ennék. Inkább több hús kell. Jó, és ezen kívül még egy pár sült krumplit is beteszünk ide készülni. Ez nem is kért egy üdítőt, vagy kért hozzá? Nem, ennek elég csak a sült krumpli. Jól is teszi az üdítő, hogy nagyon drága, szóval... Most érzem meg, azért is kaptunk pénzt, amit az előzőt úgy küldtük el, hogy nem kapott semmit, érte? Nem baj, a pénzét legalább itt hagyta. Én elteszem, nekem nem kell kétszer mondani. Szóval itt van, itt a krumplid is, tessék, viheted. Viszlát, nem is köszönnek legalább, mondhatnának egy hellót. Köszönésnek. Azt mondja, egy double cheeseburgert kér, orange fizz cuccal, double cheeseburgert, hát ez nem tudom milyen, nem baj, majd kitaláljuk, szóval ez itt szépen süljön, gondolom majd két adag sajtot is kell akkor itt majd szeletelni hozzá. Husi, gyerünk, készülj, van már csomó pénzem, nem is tudom, mit fogok ezzel a sok-sok pénzzel csinálni. Azért jó lenne még ehhez a pályához, azért ez egy kisebb pálya, mint az eddigiek, amiket néztünk. De hogy az egy tök jó kiegészítés lenne, hogyha ezt a pénzt mondjuk fel tudnánk használni, és aztán venni belőlük még ilyen kiegészítő dolgokat itt a kis konyhánkban. Tehát, hogy még egy sajtot, ha erre még egy húst kell, akkor úgy látszik, ez attól double cheeseburger. Hey, uram, hova ment? Mindegy, itt egy másik, majd annak odaadjuk. Oké, szóval fura dolgok történnek ezen a pályán. Nézzük, már eltűnt a pénzem. Mitől fogyott így a pénzem? Lehet, hogy ez bemérgesedett rám?
Vagy csak meglopott? Na mindegy. Lényeg az, hogy én elkészítem a cuccokat. Szóval itt van ez is. Ó, ez micsoda? Egy hagyma? Na hát akkor ezt is szeleteljük. Mekkora volt ez a kezemben? Hogy nézzem csak. Ah! Ekkora hagyma! Azért nem minden nap lát az ember. Uram, biztos ekkorát kér bele? Na mindegy, megkapja. Itt a hagyma. Megszeleteljük. Mind a kettőt rátesszük. Szuper. Hát itt még maradt egy nekem fölöslegbe, de nem baj. Ez még két hozzá valami üdítőt. Tessék, megtöltjük. Oké. És na igen, szóval az lenne poén, hogyha aztán lehetne olyanokat csinálni, hogy bővíteni így a kis étkezőknek a cuccait, mit tudom, jobb késeket venni, vagy még jobb ilyen cuccokat, ilyen olyan kiegészítő eszközöket, amivel ilyen szuper kajákat el lehetne készíteni. De igazából így is azért értékelendő, hogy ennyi blokk modellt elkészítettek. Hát nézzétek meg, hát ezek pazi jól néznek ki, szóval tényleg. Minden második ügyfélnek nincsen rendelés, úgyhogy ezt tovább küldöm. Köszönöm szépen, viszlát. Kérek olyat, akinek van rendelése. Ez is egy chicken burgert kér. Sima sült krumplival. Na ebben már gyakorlottak vagyunk. Itt a csirke. Megy szépen sülni. Hát mindjárt beesik, hát mindjárt lenyomjuk az egész műszakot. És már egy jó pár vevővel végeztünk is. Na, sül szépen itt a husika. És remélhetőleg akkor ezt is oda tudjuk neki adni. Na, kérem ide. Mehet is a hamburgerre. Na, erre mindjárt akkor mosok meg. Hát most már ebben egyre több van itt, de nem baj. Ezekből szépen szedünk ki. Ha jól tudom, hogy egy chicken burgernél kellett... Ó, arra valahogy került egy sajt is. Szóval kellett kettő darab ilyen. Ugye? Aha. Így, és akkor erre még valami répa. Mindig szeletelünk bele répát, és hát uram, maga mindent kap, tessék itt a répa is hozzá. Igen, és ez is készült a szuper... Milyen burger ez? Hogy is hívják? Csirke, sandwich, chicken burger. Szóval még egy kis sült krumplit is hozzá, és akkor mindjárt itt lesz az adagja. Közben tényleg rohadtul megszedtem magamat pénzzel. Bár lehet, hogy meg lehet egyébként csinálni úgyis ezt a játékot, hogy több pénzt szedünk ki belőle. Mint amennyit én. Akkor lehet, hogy esetleg, ha gyorsabban végzünk az ügyfelekkel, akkor többet adnak. De nem tudom, minden esetre itt van, tessék. Elkészítjük ennek is a kajáját, és akkor jöhet is a következő. Azt mondja, normál cheeseburgert kér, egy sima kisütött, mi ez, sült krumplival és üdítővel, úgyhogy készítjük is neki. Jaj, hát ez micsoda, ezek duplán jöttek? Hey, mi ez a dupla járat itt? Elhozta valami haverját is, nem mindegy. Nem tudom, én egy szendvicset készítek, aztán maximum mind a ketten fizetnek érte. Én nem fogok itt aztán többet kürcölni, mint amennyi kell. Tessék itt a ízét, cheeseburger is rá, elvágjuk. És mehet rá a cucc. Itt a megmosott saláta. Közben egy egész saláta raktárt halmozok ide a végére már. Oké, és mi kellett még a cheeseburgernek a tetejére? Még valami kellett? Ja persze, a tomato. Ezt is szépen felszeleteljük, és mehet is rá. Na, ezzel is készült, most kell csak simán neki a sima sült krumpli. És közben még már meg is töltöm, most már előre látom vagyok, szóval meg is töltöm ezt az üveget egy nagy adag üdítővel. Orange Fizz szódával, vagy mivel. Orange Fizz drinkkel. És ha minden igaz, akkor ez a kettő most kb. Egyszerre fog elkészülni. Szóval vihetjük is neki. És akkor majd osztozzanak. Hát egy harapást. Az egyik eszik egy harapást, a másik. Megoldják ők. Na, köszönöm szépen. Köszönöm. És elmentek mind a ketten. Hát ilyet. Na jó. Ó, jó napot. Egy újabb double cheeseburger már is készítem. Hát double cheeseburgerből is most már rutinunk van. Szóval itt a hús. Mindjárt lesz a sajt. Igazából szeletelhetném közben is a sajtot, csak az a baj, hogy ameddig az egyik lépés nem csináltok meg, addig nem tudjuk a következőbe belekezni. Szóval meg kell várni, hogy szépen kisüljön ez a húsi. Atya ég. Jó napot. Mindjárt készítem a húsit. Na itt is van. Mehet erre. Jöhet a sajt. Tényleg a sajt. A legfontosabb. Ez is felszeletelve. Jöhet még egy szelet hús, ezért double cheeseburger. A double cheeseburgeres már megint elment. Az előző ügyfél is elment, amikor csináltam a double cheeseburgert. Hát ilyet. Na mindegy, megkapja ön. Örüljön neki, hogy egyáltalán kap kaját. Ez ilyen. Ez a hely. Hogyha nem tetszik, akkor lehet menni másra. Ja, hogy nincs másik hely. Hát akkor sajnos itt kell étkeznie, muszáj. Na, tessék, itt van ez a része is. Itt van a fel nem szeletelt cucc. Ezt is rátesszük.
rátettem egyet, és ez el is készült. Mi kellett még hozzá, gondolom? Igen, ennek kell még valami kis üdítő. A végére tessék, készítjük is, és mindjárt át is veheti a rendelését, uram. De azon gondolkoztam, hogy lehet nekem valóságban is el kéne mennem valami, valamilyen gyors ételembe kiszolgálnom, és már egészen belejöttem, szóval lehet nem is lenne annyira rossz, hogy lehet, na mindegy, tessék, itt van a cucca. Vigye, aztán fizessen, hey! Ja, jó, megkaptuk a pénzt. Oké. Na most már csak ő van, az utolsó emberünk, aki itt jelenleg ma ki kell szolgálnunk, szóval itt is van a húsa. Bum, rá a húst. Ja, most kell szeletelni a sajtot. Itt is a sajt, most már olyan gyorsan szeletelek, mint még sosem. Rádobhatjuk, jöhet a megmosatlan cucc. Ebből már, mondom, egy raktárunk van itt lassan. Bum, ez is mehet rá. Mehet a tomato. Hú, ilyen gyorsan meg sose készítettem burgert. Ezen kívül már csak be kell tenni ezt mosni. Vagyis sülni. Már csak azt kéne, szerencsétlen sült krumplét megmossuk. Szóval még egy gyorsan töltök neki egy kis üdítőt is. És bám. Ez volt aztán a gyors étterem. Mindjárt át is veheti a dolgait, amint elkészül egy másodperc. Addig nem is tudom, ezt már szerintem mindenki lehet venni. Ezek mindjárt elkészül, úgyhogy ezt ide. Jó, engedi letenni ezt ide, és ezt pedig ide. Oké, köszönöm. És ha jól látom, ennyi ügyfelünk volt, sikerült is. 15 ügyfelet kiszolgálunk, és egyit se vesztettünk el. Ha jól látom, akkor egy mérges vásárlónk sem volt, legalábbis nullát ér, és egyik sem ment el. Bár láttam egy-kettőt, aki csak úgy ott hagyott minket, de lehet, hogy ezt még azért nem számított annak. Mindenesetre sikerült teljesítenünk azt, hogy kiszolgáljunk 15 embert, és hát ezzel gyakorlatilag zártuk is ezt a pályát. Szóval ez csak egy ilyen kisebb, ilyen rövid customer bemutató volt, tényleg csak ezek miatt, a blokk modellek miatt, hiszen láthatjátok, hogy ilyen egyszerű dolgokkal mégis milyen hangulatos kis pályát, milyen kis szórakoztató dolgot össze lehet hozni. Szóval igazából csak ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk majd egy másik videóban, addig is pedig minden jót, és sziasztok!